Elsőként egy újságcikket idéznék, szó szerint, amit a honlapján találtam. Hogy színészként egyetlen vágya van, érdekes szeretne lenni. Örül, ha a szabálytalanságokat ismer fel magán, élvezi és hangsúlyozza azokat, szinte állandóan vigyázálásban figyel mindenre, a világra is önmagára, szinte kísérletezik az élettel. Ez szinte a legelső újságcikk volt önről, erről a kísérletezésről mesélj nekem, hogy ez hogyan sikerült. Én erre egyáltalán nem emlékszem, de hát ez nem is baj, mert annyi minden jelent meg, hogy kísérletezés. Hát tulajdonképpen most, ahogy így visszatekintek, ez nem is kísérletezés. Az, hogy megfigyelni embereket, ez kétségtelen, hogy automatikusan vele járt ezzel a hatalmas pályával, akár mint színész, akár mint rendező, mint tanár és mint író is. Az nagyon fontos volt talán a kezdetétől, hogy bekerültem a Madách Színház, a Hajdan volt Madách Színház társulatába, hogy hiteles embereket formáljunk meg. Akkor is, hogyha az történetesen egy dán királyfi, és úgy hívják, hogy Hamlet, vagy akkor is, ha egy nagy orrú lovag, akit úgy hívnak, hogy Cyrano, Pergünt, és ennek a rengeteg szerepnek valahogy úgy hozta a sors, hogy az emberi tulajdonságai ugyanúgy érdekeltek, mint maga a történet. És hát így óhatatlanul, hogy nagyon sok tulajdonságom is belekerült ezekbe a szerepekbe, ami nagyon érdekes és nagyon izgalmas, főleg akkor, hogyha egy szerepet az ember évekig játszik. És a szerep ugyanúgy fejlődik, vagy érik, vagy öregszik, mint ahogy az ember, legalábbis az én elképzelésem szerint. És ez nagyon fontos volt nekem, hogy igazi élő embereket próbáljak megformálni, akikről beszélgetni lehet. Valahogy úgy fogalmaznám meg, hogy ugye azt szokták mondani, hogy az ember, hogy egy színész belebújik egy szerepnek a bőrébe. És én azt vettem észre, hogy nem csak én bújtam bele a szerepek bőrébe, hanem a szerepek is belebújtak az én bőrömbe. És akár egy gonosz figurát játszottam, mondjuk, mint a Jágót, akár a Hamlettet, akár a Pergüntöt, akár az összes többi rengeteg orosz Csehovot, Gorkit, valahogy ezek velem voltak a hétköznapjaimon is. Amikor reggel fölkeltem, általában elég korán keltem egész életemben, akkor már úgy tudtam, hogy mit fogok játszani este. És ahhoz nem mondom, hogy úgy viselkedtem, mintha én egy király volnék, mert egyáltalán nem így van, de a gondolatok, a szerepnek a gondjai, a saját gondjaim, a szerepnek az örömei, a saját örömeim valahogy összekeveredtek, és így ezek úgy kísérik az életemet, ezek a szerep barátaim, így szoktam mondani, mint az igazi barátok. Ebből a szempontból talán igaz, hogy ha ez kísérletezés, akkor kísérletezés, de én ezt nem fogtam fel soha kísérletezésnek, én az életemnek fogtam fel. Pont ezt akartam volna kérdezni, hogy mennyire hat egymásra ez a két dolog, tehát hogyan tudja külön választani a színészetet és a magánembert? Hát ez egy fantasztikus, nehéz kérdés, és nagyon sokan próbáltak erre válaszolni. Lehet, hogy mindenkinek megvan a saját teóriája. Én most már 70 éves fejjel és 50 éves színészi pályámmal azt mondhatom, hogy számomra az ember és amit csinál, az nem elválasztható. Én úgy érzem, hogy ezt a lentülők, a közönség pontosan érzi. Nem csak azt tudja, hogy most látok egy színészt, aki tetszik nekem, és egy jó színésznek tartom, hanem az is nagyon kiderül, hogy milyen ember. Én megpróbáltam úgy élni, és ezt átadni a saját gyerekeimnek is, és főleg a tanítványaimnak is, hogy ez nem elválasztható. Ha az ember lelkiismeretes, ha az ember hisz abban, amit csinál, és ahogy én hittem és hiszek a hivatásomban, hiszek a szavakban,
hiszek a játszótársakban, és hiszek magamban. Ez nagyon, nagyon erősen átizzik a szerepeken is. Ha szabadna mondanom egy kis, nem is történetet, hanem csak, hogy ezzel kapcsolatban valami nagyon fontos dolgot, sok-sok évvel vagy évtizeddel ezelőtt játszottuk az Éjjeli menedékhely című drámát a Madách Színházban, és abban a Pécsi Sándor, aki nem csak nagyszerű kollégám volt, hanem nagyon jó barátom is volt, annak ellenére, hogy nagy korkülönbség volt köztünk, ő játszotta a menedékhelynek az öreg varázslóját, egy vándort, aki mindenkinek segít, egy ilyen tüneményes embert, aki egyébként emberileg nagyon közel állt Pécsi Sándor jelleméhez. Én pedig egy tolvajt játszottam a darabban, Vaska Pepelt a tolvajt, aki jó útra akar térni, és ehhez próbál segítséget szerezni, és nagyon reméli, hogy valahogy az Isten ebbe őt fogja segíteni. És a szerepem szerint fölkúsztam a kemencére, a menedékhely kemencére, ahol az öreg, így hívtuk, az öreg Luka Pécsi Sándor szunyókált, és fölráztam őt, és a szerepem szerint azt kérdeztem tőle, hogy ide hallgass, öreg, azt mondd meg nekem, hogy van-e Isten. És ebből a sok-sok évtized távlatából mai napig pontosan látom a Pécsi Sanyi arcát, látom a szemét, ahogy résnyire húzza, és pontosan hallom a hangját, ahogy egy hosszú-hosszú szünet után, hogy mindenki a nézőtéren is pontosan értse, hogy miről beszélünk, azt kérdezte, azt mondta, hogy azt kérdezett tőlem, hogy van-e Isten? Ha hiszel benne, van. Ha nem hiszel benne, nincs. Amiben hiszel, az van. És ez minden este, amikor ezt játszottuk, úgy belém vésődött, és ezt a mondatot, ezt valahogy a hivatásomnak a legfontosabb mondatai között őrzöm, és nagyon-nagyon sok mindenben segített az életemben, hogy mielőtt egy komoly döntés előtt álltam, akár művészi, akár emberi döntés előtt, megpróbáltam átgondolni, hogy hiszek ebben, igazán hiszek ebben, igazán akarom én ezt. És ha úgy gondoltam, hogy én belevágtam, és volt olyan nagyon sokszor, hogy azt mondtam, hogy én ebben nem hiszek, és ebben nem akarok belemenni. Ez nagyon-nagyon-nagyon sok mindenre magyarázat az életemben. Nagyon hamar bekerült, miután elvégezte az iskolát a Madách Színházba, ahol nagyon hosszú évtizedeket eltöltött, és alkalma volt fiatalon, 20 évesen a kor legnagyobb színészeivel együtt játszani, Zsolta Irén, Besenyei Ferenc sorolva. Ez milyen hatása volt annak idején? Ez nagyon fontos kérdés, mert bekerültem valóban ebbe a társulatba, ahol majdnem tényleg, hogy csak úgy hirtelen, hogy azt mondom, igen, hogy Besenyei, Tolnai, Mensáros, Márkus, Pécsi Sándor, Gábor Miklós, Ajtai Andor, Kismanyi, Sota Irén, fantasztikus nagy színészek voltak. És nem csak ez volt a különös, hanem az, hogy a második évtől kezdve Ádám Otto, aki végigkövette az utamat a főiskolán, és úgy szerződtetett oda, minden évben 4 fantasztikus nagy főszerepet játszottam. Egész életemben vagy 150 ilyen hatalmas főszerepet, amit ha belegondolunk, mint szám is egész hihetetlen. Nekem is. Megkaptam most a televíziótól egy ilyen hatalmas kötetet, amiben a filmes és a színházi főszerepeim voltak, hát már maga a paksaméta olyan vastag, hogy az ember nem hiszi el. Na most ezeknek a daraboknak a közepébe kerülni, mint főszereplő, és ezek a fantasztikus játszótársak játszották sokszor mellettem a nagyszerű szerepeket, és sok-sok év múlva döbbentem rá, és ezt sokszor kérdezték is tőlem, hogy először is én, hogy bírtam ott létezni középen, és hogy ők hogy viselték ezt el. És valami olyasmit mondtak nekem ezek, akik később barátaim lettek, hogy itt se lehet
hazudni, vagy úgy tenni, mintha. Ők pontosan érezték, hogy én mennyire szeretem őket, és mennyire tisztelem őket, és még kellett egy, hogy a szerepekben ne csak a közönség fogadjon el engem, hanem ők, a kollégák is elfogadjanak. És ha ez megvan, akkor minél nagyobb egy színész, akárhány éves, akárhány Kossuth díja van, akármi, elfogadja a tehetséget, azt elfogadja. Semmi egyebet nem fogad el, érdekes módon. Úgyhogy így játszottam végig ott tulajdonképpen ezeket a fantasztikus darabokat, és hát amire igazán büszke vagyok, az az, hogy nem csak játszótársak voltunk évtizedekig, hanem nagyon sokukkal nagyon erős, nagyon komoly barátság is kötött össze minket. Azt tudom önről, hogy a Shakespeare darabokat, hiszen Lear királytól elkezdve Hamlet, Vízkereszt vagy amit akartok, rengeteg Shakespeare darabot játszott, nem csak Magyarországon, hanem a világ számos pontján is. Most kiemeltem én a Shakespeare, de legyen kedves ön párat felsorolni. Hát kétségtelen, hogy a pályám egyik legnagyobb ajándékának ezt a William Shakespeare mestert tartom. Tényleg a legfantasztikusabb darabjaiba játszottam. Csak azért soroljuk fel, hogy tudják az emberek körülbelül, tehát valójában Hamlet, Demetrius a Szentivániai államból, Hector a Troilus és Cressidából, Iago, Petruchio, Makrancos hölgyből, Böffen Tóbiás, Don Armado a lóváltett lovagokból, Lír király, aztán Poloniust is játszottam egy másik Hamlet előadásban. Shakespeare talán azért emelném ki, mert minden alkalommal, amikor nem csak amikor egy új darabot elkezdtünk, hanem minden este, amikor sok-sok éven keresztül játszottam ezeket a szerepeket, rácsodálkoztam, hogy ez a Shakespeare mester, ez mindent tud rólunk. Mindenkiről. Fiatalról, idősről, nőkről, férfiakról, királyról, féltékenységről, szerelemről, gyűlöletről. Talán néha többet is tud, mint amennyit mi szeretnénk elviselni. Na most ezeket játszani, ezek valami olyan emberileg is annyi mindent adtak nekem, és annyi mindent kaptam tőlük, hogy talán ez volt a legnagyobb csoda. De valóban nem tudom felsorolni, mert ha azt mondom, hogy a Pergünt, akkor a Pergüntöt is borzasztó, sokszor játszottam is nagyszerűen, de nagyon szerettem a Cyranót, nagyon szerettem a Csehov darabokat, a Gorkijokat. És csak azt tudom ezzel kapcsolatban is mondani, hogy nem a siker, vagy nem csak a siker, nem csak a taps volt számomra fontos, hanem ugyanilyen fontosak voltak a csendek, amikor éreztem, hogy együtt gondolkodik velem a lent ülő játszótársak, a közönség együtt gondolkodik velem. És az a sok-sok minden, amit kaptam ezektől a szerepektől, és amit remélhetőleg avval azt gondolom, hogy nagyon sokat adtam is nekik, idézőjelben mondom, azáltal, hogy életben tartottam őket. Úgyhogy tulajdonképpen kiemelni nem nagyon tudok ebből a rengeteg mindenből, nem azért, mert mindegyik egyforma jó volt, vagy mindegyik egyformán jól sikerült, hanem azért, mert valahogy, ahogy mondtam, valahogy nagyon erősen hozzá tartoztak és hozzá tartoznak az életemhez. Úgyhogy ezt úgy titokba, kimondatlanul is viszem magammal, megpróbálok róluk, amikor tudok írni, vagy beszélni, vagy tanítani. De nagyon, nagyon gazdag pálya volt, és nagyon gazdag pálya az enyém, és nagyon-nagyon sokat kaptam a szerepektől is, a játszótársaktól is, mint ahogy az utóbbi évtizedekben, amikor a tanítás tulajdonképpen a egyik legfontosabb része az életemnek, mint ahogy ezt azt hiszem, hogy bátran mondhatom, hogy rengeteget
tanultam és tanulok a tanítványaimtól is. New Yorkban is tanított többek között. Összehasonlítva a két várost, New Yorki tanítást, Budapest. Tulajdonképpen az Egyesült Államokban, New Yorkban, Knoxville, Tennessee-ben és Minnesota-ban tanítottam az egyetemen, több kurzust vezettem. Hát amit először is nagyon érdekes, hogy a jó színészek azok egyformák mindenhol. És miután ők engem arra kértek, részben Shakespeare kurzust tartottam, részben pedig, hogy magyar darabokat tanítsak nekik, amelyekből remek fordítás van. Mik voltak ezek? Az Ember tragédiája. Aztán tulajdonképpen az Ember tragédiájával foglalkoztam a legtöbbet, de a mai darabok közül, a kortárs darabok közül a Szomorú vasárnap című drámát és a Görgeinek a Komámasszony hol a Stukker című abszolút magyar történetét tanítottam, és meg is rendeztem egy Knoxville-i színházban, meg is nyertük az év előadását. Na most az volt a fantasztikus nekem meglepetés, hogy 5 amerikai színész, köztük volt egy kínai-amerikai, egy kaliforniai, egy kanadai, ezek igazi amerikai színészek, és nagyszerű fordítása van a darabnak, de hogy megérezték ennek a Stukker, ez egy ilyen furcsa, ironikus, abszurd a magyar történelemről, abszurd játék, és olyan fantasztikusan játszotta egy kaliforniai fiú egy magyar parasztot, hogy az ember, hogy nem tudtam, hogy honnan veszi azokat a gesztusokat, hogy így megpödörte a bajszát. Mondom, hát ez a Kaliforniában hol láthatott ilyet? Kiérezték a mondatokból. Én azt hiszem, hogy a legnagyobb öröm számomra az volt, miután sokszor aztán visszajártak ide Magyarországra. Megszerették Magyarországot, megszerették a magyar drámairodalmat, és sok helyen a világon, mint az egyetem rektora, akkor csináltam egy Ember tragédiája fesztivált, és Párizsban, Moszkvában, Varsóban és az Egyesült Államokban eljátszották az Ember tragédiáját saját nyelvükön, óriási sikerrel. Úgyhogy ez volt egy nagyon nagy öröm nekem, hogy végül is sikerült így egy igazi hidat verni kontinensek, országok és emberek között. Most egy nagyobb ugrás következik még a jövőben. Ugye júniusban lesz a poszt, amelynek ön lesz a díszvendége. Mit vár ettől a idei pécsi sereg szemlétől? Hát először is nagyon megtisztelő, hogy engem választottak díszvendégnek, ez nagy vitákat szokott megelőzni, és most, mint hallottam, egyöntetően úgy döntöttek, hogy én legyek. Hát először is természetesen nagyon jó előadásokat. Remélem, hogy izgalmas, érdekes előadások lesznek. Ott nagyon várom, hogy a tanítványaimmal találkozzam, nagyon sok tanítványom fog játszani, meg mi rendezőként is szerepel a poszton. Úgyhogy hát most az a szerep jutott nekem, hogy ha minden jó megy, és ha Isten segít, akkor nem kell más tennem, mint élvezni a nagyszerű előadásokat. Úgyhogy erre készülök is, hát ezekre a találkozásokra. És remélem, hogy a színház egy kicsit visszanyeri azt a szerepét és azt a feladatát, amit akkor töltött be, amikor én elkezdtem a pályámat. Akkor a színház sokkal fontosabb volt. Akkor egy-egy előadásra a közönség ugyanúgy készült, mint mi a színházban. Nagyon, nagyon nagy sikere volt a nehéz, komoly, nagy drámáknak, a magyar drámáknak. A televízióban minden héten volt egy magyar tévéjáték bemutató. Ezeket most úgy mondom, mintha nem is tudom a történelemről beszélni, de hát ez persze történelem, hogy egy kicsit visszanyerni, ahogy a beszélgetést kezdtük, visszanyerni a szó, a hitelét és a fontosságát, a drámák, az igazi nagy drámák, és a színház visszanyerni azt a szerepét és azt a feladatát, amire kötelező, hogy rólunk szóló, nekünk szóló, értünk szóló darabokat játszunk, és segítsünk az embereknek eligazodni ebben a hatalmas zűrzavarban, ami minket körülvesz.